Alkotástól a kiállításig, ez a címe annak a programnak, amit a Vasari Galéria indított. A tehetséggondozó képzés nem csak a képzőművészeti alkotások elkészítésére hagyatkozik, hanem azok utóéletét is követi. Indult egy pályázatunk egy uniós pályázat keretében, 18 hónapon keresztül folynak a programok, és az amúgy is nagyon szép múzeumpedagógiai programok mellett, amiket itt a Vasari Galériában Nyitrai Orsolya múzeumpedagógus kolléganőnk visz, plusz programokat tudunk megvalósítani. 14 iskolával működünk egyébként együtt ennek a nagy uniós pályázatnak a keretében, és az egyik program ez az Alkotástól Kiállításig című program, ami a címe is, ahogy diktálja, nem csak arról szól, hogy a gyermekeket az alkotó folyamatra tanítja a kolléganőm Nyitrai Orsolya, hanem arra is, hogy miből áll egy kiállítás szervezése, miből áll egy kiállításnak a promóciós munkája, a sajtó megszervezése. Tehát az összes olyan folyamatot, ami akár az alkotástól a kiállításig előfordulhat ennek a hosszas folyamatnak a során, ami ugye sokszor, aki a szakmában dolgozik, mi tudjuk, hogy több hónapos folyamatról van szó, ebbe csatlakoznak be a gyerekek. Az Alkotástól a Kiállításig programban a füredi általános iskolások vettek részt. A foglalkozások iskolai tanítási időben zajlottak, de egyre többen jelezték, hogy hasonló céllal a szabadidejükből is szívesen feláldoznának egy részt. Nagyon szeretek olajfestékkel festeni. A pulcsimat nem húztam fel, és eléggé olajfestékes lett, de nagyon, hát nem vagyok szomorú érte, mert nagyon köszönöm azt, hogy megfestettem ezt a festményt itt a Vasari villában. Hogy készült ez a kép? Visszaemlékszel rá? Igen, hát felmentünk egy kiállításra, ahol például a hátteret is ugye láthattam, hogy milyen a minta. Lerajzoltam azt a mintát a háttérnek, és ugye összeállítottam, hogy milyen színekből is szeretném összerakni, és három fejet kiválasztottam a vázlataim közül, és azokat megfestettem feketére, a hátteret meg megpróbáltam minél színesebbre elkészíteni. Büszke vagy erre a képre? Hát igen, egy kicsit igen, mert ez lett az egyik legjobb kép, amit festettem ez idáig. Én nagyon szeretnék festéssel továbbá is foglalkozni, mert nagyon szeretem csinálni, és végül is egész jól megy. Havasi Márka református általános iskola 8. osztályos tanulója merész színeket választott a munkájához. Bár hivatásként nem a képzőművészetet tervezi választani, hobbiként szívesen alkot. Amikor elkezdtem készíteni, semmire nem gondoltam, nem tudtam, hogy mi fog belőle kisülni, csak festettem. És Orsi segítségével elég sok mindenre rájöttem, hogy először megrajzoltam a fejet. Aztán a háttérrel nem tudtam mit kezdeni, viszont egyszer csak eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha egy teljesen más színnel dolgoznék, mint eleve. És így született meg, és a benne lévő motívumok pedig végülis egy esőerdőt akarnak ábrázolni, ezért is kapta a címet. Nem gondoltam, hogy valaha így kiállításon látom a saját képemet, de így most nagyon örülök neki. Márkkal ellentétben osztálytársa Fehér Viktória egészen leredukálta a színek számát. Nem szerettem volna olyan, mint a többiek, hogy kicsit kilógjon a sorból, és szerettem volna, hogyha egyszerű is lenne, és akkor ezért lett ilyen. Kit ábrázol ez a kép? Mi a mondani valód vele? Hát igazán az, hogy lehetünk egyszerűek a világban. Amikor szülinapom van, akkor például felhajtás van, vagy bármi más, és az egyszerűség azok a szürke hétköznapok. És én ezeket jobban szeretem. Milyen volt ez az alkotási folyamat? Hogy emlékszel vissza rá? Sok munka volt benne, és jó volt megcsinálni. Azt hittem, hogy nehezebb egy ilyen kiállításra megcsinálni egy festményt, de nem nehéz. Milyen érzés itt látni a kiállításon a képedet? Hát, minthogyha egy álom vált volna valóra, amiről sose álmodtam volna. Nekünk az elsődleges célunk az volt, hogy a gyerekeket ide szoktassuk, nem csak a Vasari Galériába, hiszen több helyszínen zajlanak ezek az események, az Arácsi Népházba is, hogy megismerjék a tereinket, megismerjék a munkánkat, amit mi végzünk, és mi úgy tekintünk rá, hogy potenciális jövőbeni partnereink, látogatóink, és esetleg később munkatársainkat köszönhetjük bennük.